Az idei évben is megrendezésre került a Lurkó napközistábor a Szociális Alapszolgáltatási Központban július 21-től július 25-től. A videókészítés alapjainak megismerése után a következő felvételek egy részét a tábor résztvevői készítették. A tábor kezdetén a közös szabályok és a házirend kialakítása után kezdetét vette a gazdag programsorozat és a közös játékok. Ebéd után a gyerekek bábjátékot tekintettek meg a Szent Sátor evangéliumi gyülekezet előadásában. De minden nap kijöttem és láttam a kislányt. Ha ővel összebarátkozom. Szeretnék tőle megtanulni, hogyan lehet kedvesnek lenni. A bábozással való ismerkedés után közös játék és tánc következett. Boa! Boa! Boa!
Szilvester második napján délelőtt Faludi Lászlóné pszichológus tartott foglalkozást a gyerekeknek. Bábolna nevezetességeivel ismerkedtek a Szerdán délelőtt érzékenyítő programon vettek részt a gyerekek a mozgás, látás és hallás sérültekkel. Nem magas lépcső, az is csak egy lépcső, több lépcső, nem lehet. Ezzel a gyerekek székkel közel, ahhoz más speciális emelő kell, hogy több lépcső. Check.
Na, ki szeretné kipróbálni? Igen. Írhatsz, igen. Szép dolgokat. Azért ez. Leírhatod azt is, igen, nyugodtan. Szóköz. I, O, Z, S, E, F. Lakatos József. Szerdán délután lakóhelyünk értékeivel ismerkedtek a gyerekek, majd a csütörtöki napon egész napos strandprogram várta őket a Komáromi strandfürdőben. Pénteken, a tábor utolsó napján szülők és gyerekek közös programokon vettek részt. Az egészséges életmódról a szülők a védőnővel beszélgettek. A gyerekeknek labdajátékok, sorversenyek, népi játékok színesítették a napprogramját.
felelősek és a szülők közösen készítették a finom edényt. A sok mozgás után mindenkinek jó étvágya kerekedett. Ebéd után a résztvevők közösen megtekintették a táborról készült felvételeket. És melyik program tetszett nektek? Nekem a főnök! A tábor zárás előtt a gyerekek örömmel meséltek élményeikről, a vidáman eltöltött napokról. Vagyok, és itt vagyok a Lulkor táborban. Nagyon tetszett itt minden. Hétfőn bemutatkoztunk, sorversenyek voltak, játékok, de szerintem mindenkinek a csütörtök tetszett a legjobban, a strandolás. Hát nagyon jól érzem itt magam. Azt tetszett nekem itt a legjobban, hogy sok gyerekkel ismerkedtünk meg. Nagyon szeretném megköszönni az itt dolgozó néniknek, hogy volt ránk türelm, volt ennyi kis rocsontra türelmük, hogy tudtak ránk vigyázni.